Szép jó estét kívánok! Köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit december 22-én kedden 17 óra 25 perckor. Mai adásunkban először egy összefoglaló beszélgetést láthatnak Nagy Judittal, a Szabad Színház művészeti vezetőjével a társulat idei esztendejéről, majd egy rövid beszámoló következik a Vörösmarty Színház készülő rádiójátékáról. Tartsanak velünk! Bár a koronavírus járvány alaposan rányomta a bélyegét a Szabad Színház idei évadára is, de ennek ellenére sikeres esztendőt zárta az igéző csapata. Így az esztendő végén visszatekintünk, és azt gondolom, hogy ez fontos, hiszen Székesfehérvár kulturális élete nagyon-nagyon fontos nekünk. Színes, változatos, előttem van a Színtér Egyesület Szabad Színház szakmai és működési tervek 2020-as évre. Hát ez az, amit nem lehetett megvalósítani. Vendégem Nagy Judit, művészeti vezető. Én is köszöntöm a nézőket. Annál is inkább nem lehetett megvalósítani, hiszen amikor ezt papírra vetettétek, ez egyébként egy remek olvasmány, végigolvastam. Ha ez megvalósult volna, azt hiszem ez példaértékű és mindenki előtt tiszta és világos. Mert hogy hát jött a pandémia. Ugye, de a művészi hitvallás, ugye ott tartottam. A Szabad Színházról fogunk elsősorban beszélni, hiszen azért számtalan olyan dolog volt, ami fontos számunkra. Egy valóban még kulturális gyökerekből táplálkozó alkotóközösség, olvasom itt, amely nem csak a magyar és egyben európai színház történeti hagyományokat követi, de független színházként a kelet-európai független színházak egyik felmutatható példája is. Ez egy remek gondolatsor, és ez valóban így van. Ami viszont nem valósulhatott meg, arról ne beszéljünk. Sokkal inkább, hogy miként, tehát egy művészeti vezető ilyenkor miként gondolkodik, hiszen volt egy nagyívű terv, ami aztán eshetőséggé silányult, mondom én, annál is inkább, mert nagyon sok mindent el kellett hagyni. Viszont voltak sikerek. Mi az elsődleges művészeti vezetőként, hogyan lehet megmenteni egy ilyen évadot? Hiszen teljesen váratlanul jött, nem volt még példa erre, tehát nem tudtunk, hogy hogyan kell online formát választani, hogy mi lesz az elmaradt előadások sorsa, mi lesz az elmaradt fesztiválok sorsa, mi lesz Székesfehérvár történelmi, én azt mondom, hogy fesztiváljainak a sorsa. Tehát semmit nem tudtunk. Hát mostanában láttam egy filmet, éjszaka dolgoztam, és a Tézeusz legendát dolgozta föl ez a film. Azt mondta a Tézeusznak az orákulum, hogy maradj életben. És ez arra vonatkozott, hogy amíg ugye ki tudta szorult helyzetéből menteni Tézeuszt, hát én is körülbelül ezt tartottam szem előtt a 2020-as évben, hogy életben tartsam a társulatot, és életben tartsam a társulat utánpótlás csoportjait. Ez utóbbi nagyon-nagyon nehéz feladat, hiszen gyerekekről beszélünk, fiatalokról, tinédzserekről beszélünk, akiket nagyon megviselt már a tavaszi karantén időszak is, és hát alig vártuk, hogy eljöjjön a nyár, és kiszabaduljanak, szüleik is egyébként alig várták, és olyan elementáris erővel kezdtek bele a munkába, hogy az példaértékű volt. A tábor ideje alatt kettő produkció is elkészült, úgyhogy gyakorlatilag a augusztusban tartottunk egy workshopot is, emlékeztető workshopot a júniusi tábori munkáról, és gyakorlatilag színpadkész állapotban volt a Völgyhit című produkció is, és a gyerekeknek a mexikói mese is, amit elkezdtek Búza Tímeával a tábor ideje alatt, hát meg még a pandémiát megelőző időszakban, és aztán ezeket be is mutatták, sőt a Völgyhíd az nyert is egy őszi, még abban az időszakban meg lehetett rendezni a találkozót, a Magyar Művek Szemléjén nyert egy külön díjat is, amire nagyon büszkék vagyunk, mert tényleg egy ilyen nagyon nehéz évben ezt a produkciót előállítani ennyi emberrel, ez egy nagyon nagy munka volt. Tehát összefoglalóan én azon mesterkedtem, munkálkodtam, hogy egyben maradjon a társaság, és olyan módszereket dolgozzunk ki, hogy el is neveztük Zoom színháznak, hogy az online
munka segítségével valahogy tudjuk folytatni a szakmai munkát. Valamint hát olyan kislétszámú produkciókat próbáltunk pont abban a szűk idősában, amikor lehetett próbálni, hogy szintén bemutatható legyen egy előadásunk, és mentek tovább azok a produkciók, amelyek pedig átköltöztek az online térbe, tehát a nézőket sem hagytuk produkciók nélkül, és mindvégig azon gondolkodtunk, hogy egész évben hogyan lehet átmenteni a nézők számára azokat a megszokott produkciókat, jelesül most itt az adventi kis közösségformáló, összetartó, hangulatot adó programokra gondolok, amely minden évben olyan kedves színfolt a városban, és a közönség is nagyon szereti őket, és hát azt gondolom, hogy most például pont a Mikulás napkor ez nagyon jól sikerült. Még versenyen kívül beszélgettünk a kulturális innovációról, mármint annak tükrében, hogy ritkán látható műfajokat szerettetek volna visszahozni. Ez egy misszió, egyfajta misszió mindenképpen, hiszen azt hiszem, hogy Székesfehérvár alkalmas mindenféle értelemben arra, hogy az ókortól elindulva, akár a Gorziumtól, a lókoronát, a középkor legfontosabb eseményeit színpadi játékok szerint bemutassa. Ez hol tart egyébként? Hiszen ezt megtervezett. Igen, hát hogyha valaki látná az én könyvtáramat, Petres Éva talán őt lehetne megnevezni, és Ficien őt a legfőbb mentornak, akik olyan, és talán Árkiné Gombás Editet se hagyjuk ki, akik olyan gondolatokat osztottak meg velem, amelyek olyan percepciókat, érzéseket váltottak ki belőlem, hogy egyszerűen, és biztos, hogy a tanáraim is, vagy az iskolám is hozzájárult ehhez, hogy egyszerűen én így a mai szóval érve rákattantam erre az antik színházi témára, és begyűjtöttem egy csomó könyvet, tanulmányt, amelyeket ezekről elolvastam, valamint hát egyébként is papné Maklár Éva volt a magyar tanárom, tehát nem kell messzire menni, hogy az antik drámák ismerete az honnan származott. Tehát, hogy én személyesen is kötődtem ehhez nagyon, és szerencsére a játszótársak a társulatban ugyanígy voltak vele. Tehát amikor megcsillant ennek az igézete, hogy hogyan kell egy antik színházat csinálni, hogyan kell egy állarcos játékot feldolgozni, akár az utánpótlás csoportokkal is, mert hogy mindig elolvastuk, meg láttuk az ábrázolásokon, de nem csináltuk. Más dolog csinálni, meg más dolog olvasni róla. És hát pont nagyívű terveket dédelgettünk Kovács Loránd Orivérrel, pont a gorziumi tavaszi floráliára, hogy milyen antik színházat fogunk csinálni. És hát sajnos ez nem valósult meg, de a tervek megvannak, és újabb ötletek is jöttek, úgyhogy az Antik Színházban továbbra is gondolkodom, tehát hogy ez nem fut el ez a téma, abszolút aktuális lesz, és ugyanígy a középkori hagyományokat középkor ápoló. Az a miénk, Fehérvár. Igen, hát az Fehérvár, tehát én azt gondolom továbbra is erőltetném a programszervező Kft-nél és utódjánál a misztériumjátékokat, és Fehérvár kulturális életébe visszahozni azokat az európai kulturális értékeket, amit csak mi csinálunk. Tehát ismerjük már fel, hogy hol lehet ma egy európai nagyvárosban misztériumjátékot látni középkori németalföldi, spanyol vagy olasz gyökerű misztériumjátékot sehol. Hát csináljuk már meg. Ugye biztos sokan emlékeznek a Szent Imre legenda földolgozásra például, hogy más nem mondjak a mi kultúrkörünkből, de hát ugye jóval előtte is voltak már misztériumjátékok, és nagyon jól dokumentáltak Csíkszereda környékén is, Csíkban is, a csíki misztériumjátékok is, és hát nekem ezekről mind vannak forrásaim, és vannak dokumentumaim, vannak középkori szövegtöredékek, amiből lehet dolgozni. Hát van nekünk egy Matúz Jánosunk, szóval azért vannak itt jó dramaturgok, vannak olyan színházi emberek, akikkel partnerségben szerintem
abszolút jól megvalósíthatóak ezek a programok. Mindeközben nem feledkezhetünk meg a kortárs magyar és külföldi szerzőkről is, hiszen ha csak azt vesszük, hogy Urbán Péter az egyik, én az elmúlt esztendő, illetve az idei év egyik, a három erdődi, az mindent vitt nálam, tehát az 56-os történésekről, annyira közérthetően a fiatalok számára is érthetően magyarázza el, nem magyarázza el, hanem mutatja be, hogy mi mindenre kellett figyelni 56-ot, illetve azt követően, hogy ez fantasztikus, és ráadásul ugye finn barátunk remek darabjai is ott vannak szépen sorban. Tehát ezeket a műfajokat is, ha nem is erőltetni kell, hanem egész egyszerűen már a magunkénak tudni. Igen, hát ő... Urbán Péternek azóta már megjelent a családregény trilógiának az első része, ami szintén az erdődiekről szól. Az igézőben volt a könyv bemutató, pont a Fehérvár Televízió is tudósított róla. És hát várunk tőle még más színdarabokat is, de valóban így van, hogy az online térben is sikere volt a három erdődinek. Főként azért is, mert a kanadai magyarok, van egy kanadai magyar szervezetünk, nagyon szerették volna meghívni ezt az előadást, hiszen nem is olyan túl sok szereplős, el is tudtuk volna vinni, de hát ugye közbeszólt a pandémia, pont a Trianon évben szerették volna ezt meghívni, de hát gondolom, hogy nem szaladnak el azért ezek a dolgok, de most az online tér lehetőséget adott arra, hogy a tengeren túli magyarok is például láthassák ezt a művet, kanadaiak, amerikaiak. Hát nagyon-nagyon jó. Mint ahogy fontos, hogy legyenek fesztiválok, hiszen a Szabadszínház folyamatosan egyénileg is, darabszintjén is, rendezői szinten is mindig sikeresen szerepel ezeken a fesztiválokon. Hát ez hiányzik nyilván, a siker és a megmérettetés, de azért volt ebből is, volt részletek benne. Igen, hát én nagyon boldog voltam, hogy végül is megrendezték a Komlói Fesztivált. Ugye nézőkedvéért mondom, hogy a Pécsi Országos Színházi Találkozó a POSZT mellett független színházaknak is létrejött egy találkozója, ez nem messze Pécstől, Komlón a KASZT, ahova mi rendszeresen meghívásokat kapunk, ez egy meghívásos fesztivál, és hát nagyon örültem, hogy beválogatták a Mi Pánik című előadásunkat. Ennek ugyan volt előzménye, hogy a Káosz egyszer már nyert ezen a fesztiválon, ennek a szerzőnek a női darabja, és most a férfiakról szóló, a burnout jelenségről, a kiégés jelenségéről szóló, pánikbetegségről szóló előadás is bekerült a KASZT-ra, és hát elsöprő sikert aratott, azt lehet mondani. Minden díjat megnyertünk, ami csak lehetséges ezen a fesztiválon, pedig a mezőny nagyon erős volt, igen, azt lehet ezek mondani. A fiúk már ehhez a KASZT-hoz tartoznak, az erős mezőnyhez mindenképpen. Úgyhogy ennek nagyon-nagyon örültem, nagy volt a média visszhangja így Dél-Magyarországon is emiatt, mert ugye viszonylag kevés fesztivált szerveztek. Meg is hívtak egy orgoványi fesztiválra is bennünket, de addigra, mire az a fesztivál létrejött volna, addigra már megint határzár volt, és a színházi előadások, a több szereplő színházi előadások megint csak egy ilyen marginális területre kerültek, és oda már nem tudtunk elmenni a pánikkal, viszont tudtunk még belőle egy streamelt előadást csinálni, és akkor még láthatja a közönség ebben az évben a pánikot is, és hát nagyon büszke voltam arra is, hogy a Magyar Művek Szemléjére pedig bejutott az utánpótlás csoportunknak a háj előadása, a Völgyhíd, ami szintén egy nagyon-nagyon fontos téma. Na, azt meg már elkezdtük szervezni iskolaszínházba. Először a vasvárisok látták, hát nyilván minden szentnek maga felé hajlik a keze, ugyanis nagyon sok vasvár is van az utánpótlás csoportjainkban, hiszen a vasvári színpad is hozzánk kötődik, és vasvári osztályfőnökök látták először ezt az iskola színházi előadást. Szerettük volna több iskolának is kiajánlani, mert kifejezetten osztályfőnöki órák tananyaga tudott volna ez lenni, a tinédzserkori kiégés jelensége, amelyet éppen az unokatestvérem kutat pszichológusként, úgyhogy közel áll hozzám ez a téma. No, és akkor megérkeztünk a nagy színpadra, mármint a Vörösmarty Színházzal közös produkciókra. Én azt hiszem, hogy ez egy fantasztikus év volt. A Perely Urammal kezdődött minden.
Sobor tanár úr, Román tanár úr nagyon-nagyon gondos volt, és ebben azt hiszem, hogy kiemelt szerep jutott a Szabad Színház művészeinek is, annál is inkább, hiszen nem hagyta ezt annyiban, hogy a koronavírus járvány elvette a lehetőséget, ezért aztán ugye a Filmintézet programjára pályázott Szikora János, illetve a Vörösmarty Színház, és Ítélet és Kegyelem címmel ebből született egy filmadaptáció, ahol szintén szerephez jutottak a Szabad Színház művészei. Ez egy óriási lehetőség, én azt gondolom. Igen, hát minden ilyesminek nagyon-nagyon kell örülni. És hát Nemzeti Színház, Vörösmarty Színház, film, tájelőadások Csákváron, igen. Mindenütt. Hát mindig is jó volt az együttműködés a Vörösmarty Színházzal, kezdetektől is, hiszen én már gyerekszínészként is játszottam a Vörösmarty Színházban, és minden igazgatói vezetés alatt a Szabad Színháznak nagyon jó kapcsolata volt, de ez azért különösen kedves, mert én Szikora Jánost még korábbról nagyon régóta ismertem. Úgy lehetne fogalmazni, hogy tanítványa voltam, mert hogy volt egy-két kurzus, amit vezetett, még a Reform Színházas időszakában, ahol én fiatalként részt vettem, tehát ismertem az ő rendezői hitvallását, krédóját, és ő is boldog volt, hogy egy valódi partnerségben tudunk együttműködni, nem egy-két ember, hanem szinte egy teljes társulat, és nagyon tetszett az ő koncepciója, amely szerint ugye az osztrákokat a Vörösmarty Színház művészei formálták meg, a magyarokat pedig, a falusiakat pedig mi, és a csákberényiek úgy nyilatkoztak, hogy mi vagyunk, vagy mi a ti a mieink vagytok, igen, így. Ti a mieink vagytok, és ez annyira szép volt, hogy Benkő Andrea újságíró, ugye pont ő is csákberényi, és mondta, hogy nagyon elérzékenyült, és hogy ez tökéletes koncepciónak érzi így. Persze voltak dezertőrök, azért a szabad színházasok között is voltak, akik osztrákokat játszottak, mert úgy jött ki a szereposztás, de alapvetően ez volt a rendezői koncepció, és szerintem ez egy nagyon sikeres helyi előadás volt. Trianon. Ugye a 100. évfordulóra emlékezünk. Én azt hiszem, hogy a Sárosi darab mindent vitt ebben az esztendőben. Mondom én, mert hogy erre fel kellett, hogy kapja a fejét mindenki. Érdekes módon a magyar színházak nem nagyon kapkodták el ezt az emlékévet, ha úgy tetszik, de a Szabad Színháznak, hát a Vörösmarty Színháznak köszönhetően a Szabad Színházasok megint csak nagyon fontos szerepekhez jutottak, és ez egy olyan darab volt megint, amire mindenki felkapta a fejét, mert hogy hát ez a miénk. Igen. Azért voltak színházak, például itt rögtön a Szomszédvárban, Veszprémben is volt Trianon előadás, de ilyen volumenű nem volt, az biztos. Ami szintén egy hatalmas érték, de az, hogy olyan keveset játszottunk belőle, hát az tragikus egyszerűen. És hát ilyenkor az ember mindig elgondolkodik, és most különösen, hogy amikor egy nagyszabású színpadi művet megvalósít valaki. Tehát, hogy igazából csak azt tudja, aki végig menedzsel egy ilyen produkciót, hogy na ez a művészet, ugye, hogy a Shakespeare filmben is, hogy egy ekkora produkciót összehozni, és színpadra állítani, és ennyi szereplővel megcsinálni, ez egy nagyon nagy vállalkozás egy színház, egy professzionális színház részéről is, és hogy mindig hiányzik a költségvetésből ennek a videós rögzítése, vagy a televíziós feldolgozása. Azt hiszem, hogy most a pandémiát követően ezt át kell értékelnünk. Tehát, hogy nem hiányozhat egy koronázási ünnepi játékokból, egy szertartási játékból, egy Trianon előadásból, vagy egy Embertragédia 2.0-ból annak a költsége, a megvalósítási költsége, hogy ez professzionálisan rögzítésre kerüljön. Igen. Mint ahogy már a MÜPÁ-ban is bele van kalkulálva most az újabb produkciókba, hogy ugye ez rögzítésre kerüljön professzionális technikával, mert ezeket nem lehet megcsinálni azért, most tegyük helyre a dolgokat, szóval lehet, hogy egy iskolai ünnepséget lehet egy
webkamerával közvetíteni. De a színház nem az a műfaj, amivel ezt lehet. Tehát ehhez professzionális technika szükséges, és professzionális szakemberek szükségesek hozzá. Megismételhetetlen. Igen, hát és egyszerű, és megismételhetetlen, és egyszerűen ezt nem szabad hagyni, hogy ezek az idősodrában elfelejtődjenek. Mert villámgyorsan rájöttünk így most van. Idén, hogy erre szükség van. És amit igen. itt a végén szeretnék, hát Mikulás, meglett a Mikulás, ha úgy tetszik. Egy hétig Szabó Miklós Bence kereste, hogy jöjjön Szabó Miklós, végre már találjuk meg. Balogh Misivel együtt, és azt hiszem, hogy a december 6-ai előadás és Lám, így egy streamelt előadásban nagyon-nagyon sokan, de inkább halljuk tőled, hogy milyen sokan voltak kíváncsiak erre. Igen, hát kísérletezünk új módszerekkel. Ugye mondtam, hogy a most majd olyan karácsonyi produkciók is készülnek még a beszélgetésünk elején, felvétel előtt, hogy Zoom színházban is gondolkodunk. Tehát olyan karácsonyi produkciók készülnek, ami kifejezetten ezen a platformon készül, mert most nincsen más lehetőség. És természetesen a közösségi médiában is gondolkodunk, és ez egy ilyen... Ez egy ilyen kísérlet volt, ha úgy tetszik, hogy hogyan lehet a közösségeket pontosan a közösségi médián keresztül mozgatni. Nekem van is ilyen tantárgyam az egyetemen. Most már ebben a fél évben az üzleti kommunikációban is erre helyeztem a hangsúlyt, az üzleti kommunikációs megoldásokra. Pontosan azért, mert a pandémia az az év, ahol még hangsúlyosabbá lettek ezek az eszközök. Tehát akik egyébként protestmagatartást tanúsítottak, mert eljártak színházba, moziba, kiállításokra, koncertekre, protestmagatartást tanúsítottak az elektronikus médiaeszközök iránt, mondjuk kevesebbet néztek tévét, vagy nem is volt tévéjük. Most még azok is ráfanyalodtak, hogy a képernyő előtt üljenek, ha egyszerűen hiányzott a színház. Tehát vannak olyan publikációk már, hogy teszi tönkre az online tér a színházat, de én azt mondom, hogy kell vele dolgozni módszertanilag, más-más a kettő. Igen. És mi ezt a produkciót most kifejezetten a közösségi média térben való megjelenésre hoztuk létre. Erre való kísérlet volt, és ugye egy 100 000-es városról beszélünk, hogy 22 000-es elérésünk volt, akik kisebb-nagyobb időt töltöttek azzal, hogy ebbe belenézzenek, egyáltalán inspirációkat szerezzenek. Az nem ugyanaz azzal, akik végigkövették az elejétől a végig a produkciókat, és hát a szülők visszajelzése szerint azok a gyerekek, akik egyébként képtelenek megülni a fenekükön 2-3 percnél tovább a képernyő előtt, azok is tátott szájjal végignézték, mert eleve interaktívra terveztük a műsort. Tehát beleraktunk egy csomó olyan dolgot, amitől interaktívvá tudott lenni a gyerek számára is, és ez az, ami teljesen más mondjuk egy színházi megoldásban, és más itt. Ezeket gondoltuk végig, és hát... Azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudjuk elvetni ezeket a módszertanokat, mert már megváltozik a világunk, szóval ezekre most föl kell készülni, foglalkozni kell vele. Én írtam is egy pályázatot, ami kifejezetten erről szól, hogy a módszertani kísérletekről, sajnos nem nyert, ez egy ilyen NKH-s egyéni pályázat volt, de hát nem adom föl, mert nekünk magunknak is el kell ezen gondolkodni, hogy más módszertant igényel. Ez a jövő útja mindenképpen. Igen. Nos, hát köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, hogy itt voltál velünk, és természetesen figyelünk erre, hiszen érdemes figyelni, és erre hívom fel a kedves nézőink figyelmét is. Köszönöm szépen, Judit. Én is köszönöm. Mi pedig folytatjuk, kedves nézőink. A koronavírus járvány ellenére sikeres esztendőt zárt a Vörösmarty Színház is, hiszen Tóth Ildikó, illetve Derzsi János személyében rangos díjakat kaptak, színészdíjakat kaptak a művészeink. Most pedig jött a hír, hogy Varga Lili vehette át a Domján Edit díjat, illetve Kuna Károlyé lett az idei Óze díj. Nézzük meg az erről szóló rövid beszámolót. A Domján díjat a Domján Edit Alapítvány kuratóriuma ítéli oda minden decemberben egy tehetséges, fiatal, vidéken játszó színésznőnek.
A kuratóriumot Vajda Márta színésznő képviselte a díjátadón, ő adta át a díjat Varga Lilinek egy méltatás kíséretében, melynek fontos része, hogy Orant színésznek látszik, és még nem töltötte be a 30-at, a kiteljesedés évei alig, hanem most következnek. Fantasztikus érzés, és főleg azért, mert úgy gondolom, hogy ez nem csak az én érdemem, hanem a társulati is. És az, hogy olyan feladatokat is kaphattam, és hogy ilyen kollégák vannak, akikkel így lehet játszani színpadon. Varga Lili hozzátette, hogy neki különösen fontos ez a díj, mert a nagyapja, Varga Gyula, Domján Edit osztálytársa volt a színművészetén. A másik díjazott Kuna Károly, aki a Gobbi Hilda által alapított Óze díjat kapta meg. A díjat az év legjobb epizodistáinak, két színésznőnek és két színésznek ítéli oda a kuratórium, melyet Egri Márta képviselt. Kuna Károlynak mindegy, hogy nagyobb vagy kisebb szerepet játszik. Engem mindig az érdekelt, hogy hogyan találom meg magamat a szerepben. És azt bármikor, tehát kicsiben is megtalálhatja magát az ember, és nagyban is ugyanúgy megtalálhatja azokban a pillanatokban. A pandémia okozta helyzetben a díjakat házhoz hozták a díjazó szervezetek képviselői, ami abból a szempontból kellemes volt, hogy a színészek a saját környezetükben tudtak ünnepelni. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, még ebben az esztendőben találkozunk egyszer, december 29-én, addig is minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra!